Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Június 22-én, hétfő este a Tatai Televízió napi híradóját látják. Tartsanak velünk! Felnőtteket és gyermekeket is vártak a múzeumban a régészet napjára. Elbúcsúztak az általános iskolai évektől a fazekas iskola végzős diákjai. Néhány hetes gólyafiókákat gyűrűztek megyénk természetvédői. 38 résztvevővel szervezett edzőtábort a Rendmelyese. Rögtön az újranyitás hétvégéjén nemzetközi programsorozathoz csatlakozott a Kuni Domokos Múzeum, több európai országgal egy időben, hazánk intézményeiben is a régészeti kutatások sokféleségét, lelőhelyek és kutatási módszerek kapcsolatát igyekeztek bemutatni a látogatóknak. Tatához vagy éppen a Kuni Domokos Múzeumhoz kötődő személyek tartottak előadásokat a június 20-án, valamint 21-én rendezett régészet napján. Az intézmény június 19-től fogadhatott újra látogatókat, így elmaradhatatlan volt a több éves múltra visszatekintő tematikus program megszervezése. Előadásokkal és gyerekprogramokkal várjuk a kedves érdeklődőket. 10-től, 2-től és 4-től vannak előadások az őskortól a középkori különböző témákban, amik a régészetnek a tatai környéki régészetet ölelik föl. A gyerekprogramok azok ugye a kicsiknek szólnak elsősorban, különböző memóriajátékok, festések, ékszerkészítés, ami ugye a régészethez köthető régi tárgyakat ugye ölelik föl, rajzokat tudnak készíteni és vinni haza, amik ugye a gyerekeknek egy jó emlék itt a Tatai Kuni Domokos Múzeumban. Ezen felül ugye a kiállításaink is mind látogathatóak. Tegnap nyílt meg az egyik új kiállításunk is, ami a Kandallós teremben látható, szóval azt is nagyon érdemes megnézni, hogyha bárki érdeklődik, akkor szívesen látjuk ebben a két napban. Igyekeztünk a legjobb dolgokat kitalálni a gyerekeknek, a felnőtteknek egyaránt, azért, hogy ne maradjanak el a programok, de amint jó idő lesz, reméljük a holnapi napon már az járútbarban tudunk majd megjelenni. A múzeum izgalmas programjai a fiatalabb generáció érdeklődéseit is felkelték, így a régészet napján is előszeretettel vettek részt tatai diákok. Engem nagyon érdekelt mindig a vár, és nagyon szeretek ide járni, és minden egyes programján részt veszek. Hallgattam az előadást, szerintem nagyon felkészülte, érdekes, és nagyon magával ragadó. Most majd lesz majd rajztábor, azon majd részt veszek. Meg voltam a porcelán kiállításon, egyik nagy kedvencem, meg segítkeztem a mese kiállításnál is maszkokat festeni. Én minden egyes ilyen programot, kiállítást nagyon élvezek, akkor is, ha már konkrétan nem én vagyok a célközönség. Szerintem érdemes így, ha nem barátokkal, családdal, így néha így kizökkenni a mindennapokba, így, vagy csak egyszerűen csak így sétálgatni így a vár körül, mert az is nagyon élvezetes. Bár a programnak nem kedvezett az időjárás, a régészet napja mégis nagy sikert aratott az érdeklődők előtt. Elballagtak a Fazekas utcai általános iskola diákjai. A hagyományos tanévzáró program helyett idén egy rövid ünnepséggel búcsúztak a 8-os diákok. A program részeként rendhagyó módon a tantestület készült műsorral a gyerekeknek. Rendhagyó módon a pedagógusok készültek zenés, énekes búcsúztató műsorral a Fazekas iskola ballagásán. Bár a koronavírus átírta az oktatási intézmények mindennapjait, az évvégi rendezvényen mégis részt vehettek a végzős tanulók családjaik, barátaik és hozzátartozóik. A digitális oktatás az elején egy kicsit nehézkes volt. Szerintem egy 2 hét után belejöttünk, a tanárok is, és belejöttek a gyerekek is, és hát a szülők is. Ugye alsó tagozaton egyértelműen nagyon-nagyon sokat segítettek a szülők, felső tagozaton már próbáltak önállóban dolgozni a gyerekek. Azt gondolom megoldottuk, hogy a pontos eredménye milyen, az a következő tanév elején fog kiderülni. Sajnos elmaradtak olyan rendezvényeink, amik hagyományosak, de jövőre bepotoljuk.
Most ez a ballagás is, hát először úgy volt, hogy augusztusban lesz, aztán úgy volt, hogy nem lesz, de végül is nagyon-nagyon szeretünk volna elköszönni a nyolcadikosainktól, és akkor azt gondoltuk, hogy kitűzünk egy napot, és legfeljebb kevesebben jönnek, de most, hogy a vészhelyzet megszűnt, még szerencsénk is volt, mert hiszen a mai nappal aztán jöhetnek a vendégeink is. Kicsit bonyolult volt megszervezni, nyilván a gyerekek nem tudtak találkozni egymással, de ezt most áthidaljuk úgy, hogy meglepetésképpen mi, a pedagógusok fogjuk a műsort adni nekik. Vannak visszajelzéseink már a továbbtanulásról, kivétel nélkül mindenkit felvettek. Nagyon nagy számban, mondjuk 98%-ban oda, ahova szerette volna, de ez a mostani osztályunk általában is, de ez a mostani osztályunk kimondottan egy nagyon tehetséges, nagyon okos osztály, úgyhogy igazából ezt az eredményt vártuk. Ma 23-an fognak ballagni. Voltak ők többen is, de ugye már a 6-osztályos gimnáziumban néhányan elmentek, így a 30-ban most 23-an vannak, és ahogy most néztem itt a folyosón a készülődésüket, nagyon izgatottak és nagyon várják, hiszen hát ők sem nagyon találkoztak az elmúlt 3 hónapban. Legkevesebb 13 fehér gulyapár költött sikeresen Komárom-Esztergom megyében idén tavasszal. A Magyar Madártani Egyesület munkatársai, a Dunai-Poly Nemzeti Park és a Százvölgy Természetvédelmi Egyesület évtizedek óta gondosan nyomon követi a populáció alakulását. A kirepülés előtt minden fióka azonosító gyűrűt kap. A fészkeket 18 méter magas daruskocsival közelítették meg a napokban. Ilyen füles gyűrűt szoktunk rátenni, ha szerencsés, akkor azért 20 évet is megélhet. Két gyűrűt is kapott a mindössze 3 hetes fehér gólya fióka Grébics puszta határában. A messziről is jól látható, kóddal ellátott jelzés segít majd a szakembereknek megfigyelni a populáció szokásait. A térség fehér gólyák szempontjából az ország egyik legritkábban lakott megyéje, de az elmúlt években fészek és tartókosár telepítésekkel, több óvintézkedéssel pozitív eredményeket értek el a természetvédők. A Madártani Egyesületünk a 90-es évek legelején kezdte el a megyében a gólya állomány felmérését, úgyhogy onnantól kezdve egészen pontos adatbázisunk van, tehát idestól van most már 30 éve. Jelenleg egy olyan 20 párt tartunk nyilván, fészekből azért van 40 darab is, de ugye annak egy jó része az üresen áll. Sajnos ez a 20 pár ez egyébként országosan nagyon alacsony, tehát a mi megyénk a legszegényebb a gólya állomány terén. Ugye a legnagyobb állományok Hajdú-Bihar megyében, tehát Debrecen környékén vannak, ott akár több mint 500 pár is köthet. Ugye az utóbbi 40-50 évben rászoktak a villanyoszlopra, korábban ugye kéményeken, háztetőn, szénakazlakon, féltetőkön költött, sőt fán is költött régebben. Ugye most már sajnos a villanyoszlopokra költöztek át, úgyhogy itt mindegyik kap fészek magasított, hogy biztonságosabb legyen a költése. Egyébként egy 20 éve még jó néhány költött fán is a megyében. A fiókák gyűrűzése általában nyilvános, sőt hagyományosan gyerekek adnak nevet a fiatal fehér gólyáknak. A járványügyi intézkedések értelmében erre most nem kerülhetett sor. Ugye 13 fészket néztünk végig, tehát a daruskocsival megyünk föl, kosaras daruskocsival megyünk föl. Ilyenkor a fészek állapotát is ellenőrizzük, hogy van-e benne bálamedmadzag, egyéb veszélyes anyag, ami a fiókáknak kárt okozhat. Egy-két alkalommal már volt ilyen, hogy a lábait összekötözte a bálamedmadzag, akkor ott ezt kisollóval oldottuk meg, nem volt egyszerűen elég jó belevágott már a lábába. Szerencsére idén ilyen probléma nem volt, egy-két bálamedmadzag volt a fészekben, de ugye ezt minden alkalommal eltávolítjuk, mikor így fölmegyünk. Fiókák állapotát is megnézzük, ugye nyilván regisztráljuk, hogy mennyi fióka van, vannak-e tojások, záptojás, esetleg ételmaradék van, tehát hogy mikkel táplálkozik, ezeket rögzítjük, és ugye gyűrűzésre is sor kerül, tehát alumínium gyűrűt kap, amin ugye Budapest felirat van, illetve egy kódszám, tehát mintha egy személyigazolvány számot kapna. Úgyhogy ezzel tudjuk azonosítani a jövőben a gólyákat, hogy ide jönnek-e vissza költeni, merre vonulnak, hány évet élnek, hova járnak táplálkozni, milyen messze megy el a fészektől, a család meddig marad együtt, tehát sok-sok infót ennek köszönhetően tudunk kinyerni. Az összesített adatok szerint Komárom-Esztergom megyében eddig 13 fészekben 37 fiókát számláltak, egyelőre 28 madár kapott gyűrűt, 9 még túl kicsi volt hozzá. A szakemberek minden évben várják a lakosság jelzéseit, ha új fészket látnak lakóhelyük környékén, értesítsék a Madártani Egyesület munkatársait.
Kétnapos edzőtábort szervezett a Renmei Karate Sport Egyesület. Az intenzív programra szerte az országból érkeztek sportolók Soprontól Várpalotáig. A gyakorlott válogatott sportolókkal és egészen kezdő fiatalokkal két vendégmester foglalkozott a tábor ideje alatt. Nem a vonatirányú mozgást, a sínekhez kötött mozgást kell elképzelni. Most a küzdelemhez kaptak hasznos tanácsokat a sportolók a Renmei Karate Sport Egyesület otthonában a fényes fürdő területén. Bár az idei versenyszezont már nem lehet megmenteni, az edzőtábor résztvevői arra kaptak lehetőséget, hogy technikájukat, edzettségüket fejlesszék. Akkor tudja megvalósítani az ember azt, ami a fejében van, hogyha megvan hozzá a fizikuma. Tehát ez szükséges hozzá, de amikor már megvan a fizikum, mondjuk általában, hogyha magas szintű versenyzőkről van szó, ott már mindenhol megfelelő fizikum van, ott mindig a fejbe dől el a dolog. Összeszedtem tapasztalatokat az elmúlt évek alatt, azokat próbáltam most belesűríteni ebbe a pár edzésbe. Természetesen nem mindet, de úgy gondolom, hogy ebből lehet tanulni, hogyha amik eredményhez vezettek, azok a gyakorlatok, azokat próbálom nekik is megtanítani. Mindenki a maga szintjének megfelelően kell, hogy gyakoroljon, vagy elsajátítson dolgokat. Gyerekeknél, meg a fiatalabbaknál, meg úgyis úgy van, hogy olyan, mintha az ember elveti a magot, aztán, hogyha termékeny talajra esik, akkor úgyis kihajt idővel, ha meg nem, akkor meg úgyis mindegy. A hétvégi edzőtábor programján nem csak a már rendszeresen versenyzők, de fiatalok is részt vehettek. Izomlázom már eléggé, de egyébként jó. Meg mondjuk jó lenne, hogy korábban feküdnénk learudni, de hát az nyilván nem teljesül. Régen, még mikor ovis voltam, akkor egy másfajta karatét csináltam. Utána azt hiszem társas táncoltam, utána ugró köteleztem, és utána visszatértem ide. Van most itt olyan, aki most kezdte újra szinte, nem csak a karantén után, hanem egy év után visszatértek, tehát egy pont jó, és innentől kezdve most gőzerővel ikletet kaptak, mondhatom úgy, de jönnek, és úgyhogy alkotunk, úgyhogy várjuk meg a további jelentkezőket is akár, és edzünk, készülünk tovább, hiszen nyáron edzőtáborozunk, és majd ősszel reméljük, hogy a versenyszezon is visszatér rendesen a kerékvágásba. Hozzánk bármikor be lehet csatlakozni, ez nem úgy van, hogy most egy adott csapat vagy valami, tehát igaz, akkor nehezebb azért úgy becsatlakozni, de azért külön csoportokba foglalkozunk a gyerekekkel, és bármilyen időszakban tud csatlakozni. Igazából minél később csatlakozik neki, annál rosszabb, tehát minél előbb jöjjenek, és kezdjünk el sporton, itt a nyár, meg hát kellenek a új harcosok. Purgár Zoltán alpolgármester és a harmadik egyéni választókerület képviselője fogadóórát tart június 25-én csütörtökön 13 és 15 óra között a Városházán hivatali helyiségében a Kossuth tér egy szám alatt az első emelet 103-as szobájában. A találkozó előzetes telefonos egyeztetéshez kötött. Ezt a 34-es körzet 588-as 611-es számon jelezhetik. A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy július első napja, ami egy szerdai nap, a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény felhatalmazása alapján munkaszüneti nap, ezen a napon pedig az ügyfélfogadás szünetel. Kérik, hogy ügyeik intézésénél mindezt vegyék majd figyelembe. Folytatódik a Tanoda a Tanoda téren című sorozat június 24-én 17 órától a Piarista Rendházban Hahó élek, segíts megszületnem címmel Frivalszky Edit, az Együtt az Életért Egyesület elnöke tart előadást. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A hatályos biztonsági intézkedések betartása mellett maximum 20 főt várnak az előadásra. A regisztrációt 8 és 15 óra között várják. A rendház munkatársai a 30-as 691-es 0030-as telefonszámon. Hétfő esti híreink következnek még egyszer röviden. Felnőtteket és gyermekeket is vártak a múzeumban a régészet napjára. Elbúcsúztak az általános iskolai évektől a fazekas iskola végzős diákjai. Néhány hetes gólyafiókákat gyűrűztek megyénk természetvédői.
38 résztvevővel szervezett edzőtábort a Rendmelyese. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Június 22-én, hétfő este a Tatai Televízió napi híradóját látták. Maradjanak velünk a folytatásban, Tallózó című műsorunk következik. Én szép estét kívánok Önöknek, viszontlátásra!